Erdős Norbert országgyűlési képviselő, Békés és térsége országgyűlési képviselője, a Fidesz jelöltje. A választások előtt 2 nappal megtekintette az inkubátorházat, illetve a levéltárat. Képviselő úr, mit szól a fejlesztéshez, illetve magához az építkezéshez, hogy látja? Igen, hát a képviselőtestület egyöntetű felhatalmazása alapján döntöttünk az inkubátor ház építése mellett, ezt azért fontos elsőként leszögezni. 150 milliós önerő és 150 milliós támogatással jön létre, tehát ez egy 300 milliós beruházás. Nagyon fontosnak érezzük ezt, hiszen a Fidesz programjában is benne van, hogy a kis és középvállalkozóknak a megsegítése, támogatása az kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a következő 4 évben. Azt is mondhatnám, hogy Békés városa vagy Békés önkormányzata tulajdonképpen elébe ment a dolgoknak, hiszen ezzel a beruházással tulajdonképpen az országos koncepciónkat helybe már most meg fogjuk valósítani, hiszen néhány hónap múlva az inkubátorház átadásra kerül. És hát nagyon bízunk benne, hogy fiatal vállalkozók, kezdő vállalkozók itt el tudják indítani az életpályájukat, el tudják indítani a vállalkozásaikat. Azért azt tudni kell, hogy 16 műhely és 24 iroda lesz az irodaházban. Úgyhogy a 5 év alatt vállaltuk azt, hogy az irodaházat 100%-osan benépesítjük. Én azt hiszem, hogy az eddigi szerződések alapján az első évre vonatkozó terveink azok teljesülni fognak. Békés megyei, a megyei képviselőtestület egy levéltárat telepített Békésre, gyakorlatilag levéltári központtá válik Békés. A Fideszes vezetés részéről Domokos László elnök úr elmondta, hogy ők előre menekülnek, uniós támogatás nélkül gyakorlatilag önerőből valósul meg a beruházás, ami valószínű, hogy talán munkahelyet is terem. Igen, hát én azt mondom, hogy ilyen sanyarú időkben már az is nagy dolog, hogy ha munkahelyeket tudunk megtartani. És ugye Békés városában jelen pillanatban is van egy fióklevéltár, ami megyei fenntartású. Ennek a bővítéséről van szó. Én is nagyon remek dolognak tartom. Főleg azért, mert ugye ez a múltunk darabjának egy része van itt a levéltárban, hiszen is írásos formában rengeteg olyan adat van, amely nagyon fontos. És hogyha mi nem vagyunk tisztában a saját múltunkkal, nem vagyunk tisztában azzal, hogy honnan indultunk és hová tartunk, akkor nem lehetünk sikeresek. Ilyen formában egy levéltár, a múltunk gyökere rendkívül fontos minden település életében is. Ezért számunkra is nagy megtiszteltetés, hogy tulajdonképpen azt elmondhatjuk, hogy a gyulai levéltár után ez a megye második legnagyobb levéltáros bázisa. Remélhetőleg a jövőre nézve, ahogy elnök úr is mondta, egy fejlesztésnek is az alap pillére lehet ez a új levéltár. Remélhetőleg munkahelyek, új munkahelyek is lesznek, bővülni fog a levéltár ezzel, ebben reménykedünk. A Békés megyei hírlap mai számában egész oldal foglalkozik a köztestületi tűzoltósággal, amelynek ön az elnöke. Itt a tűzoltóságot mutatják be, és egy fontos hír is elhangzik benne, miszerint, hogy lehet, hogy egy újabb tűzoltóautóval bővül a város. Így van, az első tűzoltóautó csak úgy, mint a megyei önkormányzat önerőből csinálta meg a levéltárat, mi is önerőből vettük meg az első tűzoltóautónkat, a másodikat pedig pályázat útján kívánjuk megszerezni. Ez egy viszonylag új, tehát a hivatásosoktól leszerel, de rendkívül jó állapotban lévő tűzoltó fecskendő lesz. Reméljük, hogy sikerül megnyerni, hát annyit elárulhatok, hogy jók a kilátások. Vasárnap pedig szavazás, nyilván ez az interjú még kampánycsend előtt fog adásba kerülni, illetve vasárnap este 7 órától majd a Békés TV műsorában is. Képviselő úr, hol fog szavazni, hol adja le a szavazatát, illetve hol várja az eredményt majd? A Rákóczi utcai iskolába fogok szavazni, és a fideszes barátaimmal a Nyíri utcai ingatlanba várjuk, épületbe várjuk az eredményeket, ott fogjuk összesíteni, oda jönnek be a szavazóköri delegátjaink, úgyhogy figyelemmel kísérjük az eseményeket. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen a lehetőséget.